Sziasztok! Elérkeztünk egy olyan videóhoz, amiben azt fogom nektek elmesélni, hogy hogyan sikerült lefogynom. Na ugye ez csak az én történetem, ez nem egy követendő példa, viszont hogyha véletlenül betartjátok azt, amiket mondok, valószínűleg senkinek semmi problémája nem fog belőle esni, tehát úgy tekintsetek erre a videóra. Ugye visszamegyünk az időben, és 2017 februárját írunk, amikor is én elmentem életemben először az edzőteremben, a haverjaimmal, osztálytársaimmal. Hát úgy voltam vele, hogy ráállok a mérlegre, előtte tippeltem, hány kiló lehetek, úgy voltam vele, hogy hát 86-7, most azért ne túlozzunk már. Mondom, oké, ráállok a nagy lószart. 94 kiló voltam. Hát én akkor azt nehezen tudtam elhinni, viszont egyben realizáltam is hamar. Úgy voltam vele, hogy oké, akkor nekilátunk a változásnak. Ugye engem már előtte is hívtak, hogy gyere Zoli, mert jó lesz, gyere szép leszel, gyere lefogy, stb. Sok idő kellett, míg rávegyem magam, hogy én betegyem a lábamat az edzőterembe. Ugye folyamatosan jártam, heti 5 alkalommal, tehát hétköznapokon mindig jártam, és hogyha véletlenül kihagytam egy napot, akkor az gyorsan be is pótoltam egy szombati nap. És így, hogy folyamatosan jártam, ez a változás ez igen hamar bekövetkezett. Ugye hétről hétre láttam a változást magamon, meg a mérleg is mutatta. Hétről hétre, hogy ráálltam a mérlegre, láttam, hogy mindig fél kilóval, egy kilóval kevesebb, és igen, valószínűleg ez az, ami egy nagy motivációt adott, és emiatt nem álltam én le, mert én már egyébként az elején úgy voltam vele, hogy hát én nem fogom ezt valószínűleg csak pár hónapig űzni, nem, mai napig nyomom. Tehát igen, az, hogy folyamatosan mentek le a kilók, az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én ezt ne hagyjam abba. Mivel hogy folyamatosan csináltam, ezért nyárára sikerült közel mínusz 20 kilót leadnom, azaz 75, körülbelül 94-ről 75 kilogramra sikerült lefogynom. Ugye nekem először is a terv az csak pár kiló volt, tehát nézek kicsit ki jobban. Viszont láttam, hogy ez az egész megy, ezért éreztem a motiváltságot arra, hogy csináljam tovább, ezért sikerült 75 kg-ra szerencsére lefogynom. Na most ugye előtte meg utána kép az nem nagyon van, tehát hogy milyen voltam akkor, meg milyen vagyok most. Én nem az a fajta voltam, aki így folyamatosan fotózgatta a fejlődését, sajnos. Igen, visszagondolva, hát kár, most jó lenne azokat visszanézni, viszont itt van, itt 92-3 kg voltam, Dezső Bencével nagyban pózolok. És hogyha szeretnétek mihez hasonlítani, akkor esetleg nézzetek fel az Instámra, ott van a leírásnak a legelső sor. Nyugodtan kövessetek is be, és hát ugye ott láthatjátok a képeimen a változást meg a különbséget. Meg egyébként ott van egy videó, ahol nagyban nyomom az edzőteremben fekvenyomás. Azt ugye elmondhatom, hogy én nagyon jól éreztem magam a bőrömben, tehát amiután meg miközben is fogytam, én nagyon jól éreztem magam, önbizalmat adott. És ugye nyárára a fogyást azt abba is hagytam, és utána elkezdtem az izomépítést. Mármint addig is szedtem fel izmot, de utána kicsit intenzívebben, meg elkezdtem erősödni is kicsit. Na és most ugye jön az a rész, hogy hogyan sikerült ezt elérnem. Nem diétáztam, azt ugye le kell szögezni. Nem. Én alapjáraton egy olyan ember voltam, aki ugye itthon ült, nem járt ki sokat, nem mozgott, abszolút semmit, a gép előtt ültem, és rengeteget ettem. Igen, rengeteg cukros hülye italokat, meg ropikat, chipseket, este nagyon sokat ettem, kenyérfélét, ilyen péksütiket, na ez a szervezetnek a legnagyobb ellensége, ugye fogyástéren. És azzal ugye, hogy elkezdtem napi szinten mozogni, meg le is vágni a kajából, ez egy sok volt, úgymond a szervezetemnek, és valószínűleg ezért sikerült ilyen rövid idő alatt ennyi súlyt leadnom. És nekem ez ugye bőven elég volt a fogyás beindításához. A makrókra, ugye a szénhidrátra, a zsírra és a cukorra, ugye ezek a makrók, erre nem figyeltem. Ez még igazából mai napig nem tudom, hogy miből mennyit kéne, meg hogyan kéne. Én a kalóriákra bíztam magamat. 2000 volt nálam az a standard. Meg amúgy az mindenkinél úgy a standard a 2000. Azt, hogyha betartod, nem lesz baj. Azt ugye meghaladhatod max 200-zal, vagy esetleg kevesebbet is fogyaszthatsz, de attól jóval többet, vagy jóval kevesebbet ne. Tehát én csak erre figyeltem, ez bevált. És hogy ugye mit ettem? Na most ugye én sulis vagyok, én suliba vittem általában egy szendvicset, egy átlagos szendvicset, vittem hozzá egy kekszet, általában hát belvita, és nem ez most nem fizetett promóció, hanem egyszerűen azt vittem, belvita, az nagyon finom. Vittem mellé joghurtot, egy ilyen 100-150 ml-es joghurtot, egy ilyen standard, bármilyen gyümölcsös, édes, cukrosított, nincs benne egyébként olyan sok cukor, és vittem mellé valami gyümölcsöt, egy banánt vagy almát. Na most ez összeszámolva olyan 800 kalória körül van, olyan 7-800. Ugye ez volt bennem suliban, az edzésen, és amíg hazaértem. Itt következett az, hogy eszek valami kiadósabbat, hát rizs, egy jó nagy adag, de tényleg egy elég nagy adag, hát rizs hússal, vagy krumpli hússal, tésztafélék, spagetti, meg
mindenféle, igazából mindenféle ilyen második cucc. Estére pedig, ami mind a mai napig a kedvencem, nagy kedvencem, az puffasztott rizs, joghurttal, édesített joghurttal, az is lehet bármilyen gyümölcsös joghurt. Ez szerintem nagyon kis finom kaja, és elég könnyű a gyomornak így estére. És ugye ezek között én édességet is fogyasztottam, tehát nem vontam meg magamtól, egy 2-3 cikk csoki az minden nap elment. Vagy volt olyan, hogy valami finomabb süti volt itthon, és többet ettem belőle, tehát néha belefér ez is. Ugye, amint láthatjátok, ez egyáltalán nem egy diétás program, nem egy diétás étrend, és én azért nem kezdtem el diétázni, ugyanis nem szerettem volna a szervezetemet rászoktatni a könnyű kajákra, meg ezekre a gyenge kajákra. Ezért ugyanazt tettem, mint eddig, csak kevesebb mennyiségben és kevesebb hülyeséggel. Tehát én ugyanúgy megeszek néha-néha hetente, meg két hetente egy egész pizzát, meg jó nagy adag sült krumplit, és semmi bajom nincs tőle. Egyszer belefér egy héten, ugye maximum ezt egyszer megteszem egy héten, de nem többször. És most pedig az edzésem. Ugye, ahogy bementem a terembe, én átöltöztem, stb. Bementem a kardióterembe, ahol csak a futógépet vettem igénybe. Ugye ott voltak a lépegetők, ott volt a bicikli, meg egyéb ilyen kardiógépek. Nekem csak a futógépre volt szükségem, számomra az volt a legintenzívebb, és az mozgatott meg a legjobban. És még mindig úgy tartom, hogy az mozgat meg a legjobban. Kezdtem 5 perccel, utána emeltem 10 percre, 15 percre, 20 percre, addig, amíg már az utolsó hónapban fél órákat futottam, mindezt megállás nélkül, tehát nem szüneteltem. Néha, amikor nagyon szomjas voltam, oké, megálltam egy fél percre maximum, de utána nyomtam is tovább, tehát nem volt szünet. Ezt követően bementem súlyzózni. Rendesen volt mellnapom, hátnapom, lábnapom, és igazából az edzéstervemet azt megtalálhatjátok a leírásban, amit akkoriban követtem. Amint ezzel végeztem, bementem még egy kis levezetésként futni még 5 percet, és így ezzel az egésszel, ezzel az egész edzéssel körülbelül 7-800 kalóriát én valószínűleg elégettem, hogy számoltam. És ami a legjobban ráadott, az a futás. Tehát fussatok mindenféleképpen, hogyha szeretnétek fogyni, vagy kardiózatok, de leginkább a futást ajánlom. A súlyzózást, azt mellette, de a kardió az nagyon fontos része. És ez az, amivel több 100 kalória lement nekem naponta. És ugye ezen kívül a szívednek is az nagyon jót tesz. Ja, meg ugye ezen kívül a suliba is gyalog jártam, ami körülbelül 3 kilométerre van az otthonomtól, plusz még 3 haza, tehát az 6 kilométer összesen. Tehát igen, megvolt a napi mozgásom. Igen, ez az egész kicsit fárasztónak tűnik ez az edzés, viszont hogyha ezt napról napra csinálod, az egyszerűen élvezed, én nagyon élveztem személy szerint, és nagyon hamar eltelik vele az idő, és egyszer csak észreveszed, hogy már következő hét, már az utáni hét, és látod, hogy mínusz egy kiló, vagy mínusz kettő, nagyon megjön a kedved, és csak nyomod tovább. Ahogy már mondtam a videóban, amikor én bementem a terembe az első pár napban, én a haveromnak így megsuktam, hogy figyelj, én pár hónapja szerintem off, ennyi, abba hagyom, mert én ezt nem fogom sokáig bírni. Viszont itt vagyok 2 év elteltével, és még mindig járok edzeni, tehát nem untam meg. Ez valószínűleg azért volt, sőt biztos, mert nem hittem magamban, hogy meg tudom csinálni. Viszont meg tudtam csinálni, és hogyha nektek nem sikerül egyből, nem sikerül az első héten, első hónapban, első 2 hónapban, nincs változás, nem baj. Mindenkinek más a teste, nekem így alkalmazkodott hozzá. Nektek máshogy fog. Tehát ne adjátok fel, egyszerűen edzetek, mozogjatok, és idővel biztos 100%, hogy változni fogtok. Tehát ugye összefoglalva, mozogjatok nagyon sokat, kardiózatok sokat, utána súlyzós edzés, a végén még egy kis levezetés, egyetek rendszerezetten, és nem utaságok. A kalóriabevitelre ügyeljetek, átlagosan 2000, de egyébként vannak kalóriakalkulátorok az interneten, ráleshettek, és hogyha ezekre ügyeltek, akkor garantáltan fog látszódni a változás. Hogyha esetleg van valami sikerélményetek, akkor azt mindenféleképpen várom kommentben, hogyha esetleg sikerült fogynotok, vagy idő elteltével, hogyha ez a videó adott neked motivációt az egészhez, és sikerekben részesültél, kérlek, térj vissza és írd le, hogy milyen volt az, mit sikerült elérned, mert nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá. Elolvasom mindet. Ha a videó tetszett és hasznosnak találtad, akkor mindenféleképpen támogassatok egy lájkkal, valamint hogyha új vagy még a csatornán, akkor mindenféleképpen nyomj egy feliratkozást, ugyanis tervezek még egy olyan videót is készíteni, amiben pár tippet elmondok a fogyáshoz, ami nekem ugye segített. Ugye most összefoglaltam, de szeretnék részletesebben is beszélni róla. Tehát köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a következő videóban, és addig is sziasztok! We'll be right back.